Sziasztok! Megmutatom nektek, hogy én hogyan szoktam a hajdinát elkészíteni, amikor köretként esszük. Ezt a DM-be vettem, és ez nincs megpirítva. A hajdina egyébként, hogyha az ember már unja a krumplit vagy a rizst, viszont nem találja elégségesnek a salátát a hús mellé köretnek, akkor egy nagyon jó alternatíva. És egyébként nagyon nehéz elkészíteni, mert pont úgy fogom csinálni, mint ahogyan rizst szoktam. Ezt mutatom meg nektek. Hát először is megnézem, hogy mennyi hajdinám van. Ez nem sok, de ez egyébként két embernek bőven elég lesz. Ez kb. 1 deciliter, ahogy nézem itt a bögrénbe. És azért is mértem ki, mert majd a víz méréséhez is ezt fogom használni, ezt a bögrét. És megpirítom a hajdinát egy picit, ahhoz pedig a csodálatosan finom kacsacombból kisült, nagyon jó ízű zsírt fogom használni, körülbelül egy teáskanálnyi zsírt ehhez az 1 deci hajdinához. Nem gabona a hajdina, hanem keserű fűféle, és nagyon-nagyon, hála Isten, nem elfeledett ősi növényünk, nagyon hasznos beiktatni a táplálkozásba, mert lassan felszívódó szénhidrát, és még egyébként is nagyon sok hasznos tápanyagot tartalmaz. Megpirult egy kicsit, ez gondolom arra jó lesz, hogy egy kicsit több íz legyen benne. Egyébként van egy jellegzetes íze a hajdinának, én nagyon szeretem. És vele 1 deci volt a hajdina, ezért adok hozzá 2 deci meleg vizet. Takarékra veszem, és kap még egy kis sót. Hát ez is mennyi legyen egy ennyinek. Mintha rizst sóznám meg. Ezt lefedem, egy kicsivel tovább tart a fővése, mint a rizsnek, de nem sokkal. Úgyhogy találkozunk 10 perc múlva. Lehet, hogy több mint 10 perc telt el, lehet az is, hogy 15, de magába szívta a folyadékot, a vizet a hajdina. És hogy egy kicsit vagányabb íze legyen, itt már lezárom a lángot, ezért én szoktam beletenni ilyenkor lilahagymát, ez nagyon apróra föl van kockázva. Ugye a rizsbe tehetünk petrezselymet, attól változatosabb, meg még egy picit egészségesebb, meg színesebb. Szerintem a hajdinához nagyon passzol a lilahagyma. Ezt ilyenkor teszem bele, amikor már lezárom a lángot. Egyébként is nagy híve vagyok a lilahagymának. Ilyenkor télen ugye az antibakteriális sikerült kimondani. Hatása miatt ugye segít nekünk megelőzni a betegségeket, vagy a fertőzéseket. És egyébként is együnk sok lilát, lilahagymát, lilakáposztát, céklát, áfonyát, és ígyunk vörösbort. Elkészült a hajdina köret, már csak a kacsacombot kell megmelegíteni hozzá. Jó étvágyat!